gondoltam, hogy nekem, mint újságírónak függetlennek kellene lennem, és ott a járdán megyek semlegesként, és csak nézem, hogy mi történik, de nem állok be közéjük. Azonban hamar kiderült, hogy ott barátaim mennek a sorban, és csatlakoztam hozzájuk. Ez nagyon érdekes, hogy én 33 évig nem voltam azután Magyarországon, de volt egy ilyen nagyon ifjonti fogadalmam, hogy addig nem lépek Magyarország területére, amíg itt az én nagy történelmi élményemet, a forradalmat ellen forradalomnak nevezik. Úgyhogy ezt betartottam, és csak 89-ben jöttem először Magyarországra, amikor is a régi munkásmozgalmi intézet fenn a Márban nem tudták, hogy mit kezdjenek vele, és egy nagy forradalom kiállítás volt éppen ott. És oda beléptünk, a feleségemnek mondtam, hogy nézd csak ezt a képet, itt vannak a felvozulókra, gombostű, fenyi figurák ott hátul, én is ott vagyok, azt mondja, miért hátul ott mész legelől, ugyanis ahogy fordult a Margit hídon a felvonulás, ott állt egy fényképész, és én teljesen legelől ott megyek kokárdával a kabátomon, még bajusz nélkül, és nagyon fekete hajjal, és hát mellettem a Vajda Miklós és a Rész Pali, a két író, akik miatt beálltam a sorba. Szóval, utána elmentem a BEM-szoborhoz, elmentem a parlamenthez, kiabáltunk, jöjjön ki, Nagy Imre kijött, mondta, hogy menjünk haza, sőt azt mondta, hogy elvtársak, mire fölzúdultunk több ezeren, hogy nem vagyunk elvtársak. Aztán teherautókon elmentünk a rádióhoz, mert hogy úgy hallottuk, hogy a diákság fel akarja olvasni 16 pontját, be akarnak menni a stúdióba, bementek, nem jöttek ki, vajon mi történt velük? Akkor kezdett a dolog nagyon izgalmas lenni. És én, mint jó újságíró, azt mondtam, hogy ebben a szűk Bródy Sándor utcában olyan tömeg van, hogy ez egyszerűen elviselhetetlen. Én bemegyek a Szentközti házba, fölmegyek a harmadik emeletre, becsöngetek egy vadidegen lakásba, és azt mondja, én egy újságíró vagyok, én az ablakból szeretném látni, hogy itt mi történik. Úgyhogy én páholyból néztem, hogy hogyan tört ki az 56-os forradalom. Mert a diákok ugyan kijöttek, de döngettük tovább a kapukat, erősítés érkezett államvédelmisek, ilyen katonai autóbuszokon, elkezdtek dobálni könyvfakasztó gránátokat, fel akarták oszlatni a tömeget, ki akarták szorítani az embereket az utcából, azok ellenálltak, és akkor hallottuk azt, ami nem volt egészen pontosan igaz, hogy jönnek a csepeli munkások. Némi nemű csepeli munkások jöttek, de mint ebből a könyvből megtudtam, amióta megkaptam, a csepeli munkások a saját forradalmukkal voltak Csepelen elfoglalva, és néhányan feljöttek, és hát ők hoztak fegyvert, mert ugye volt lámpagyár, csak mindenki úgy nevezte azt, hogy lámpuska gyár, mert ottan puskákat gyártottak, és a melósok a készletből mindjárt vételeztek, azon kívül szereztek, még lefegyvereztek ávós laktanyákat, stb. Szóval ott megindult a harc, és ott láttam, hogy hogyan lőttek agyon egy fiatalembert, hogyan rogyott le a macskakőre, és meghalt. És így kezdődött a forradalom. Ezt mind a páholyból néztem végig, akkor már égett a Nemzeti Múzeum hátsó fertárs, a rovar tár leégett, és mire kimentem a körútra, ott már a villamosok ott álltak lehúzott áramszedővel, és felborított autók voltak, szóval igazi forradalom kezdődött. Na most igaza van az Évának, hogy sok srác, pesti srác, hát éppen nem a legelőkelőbb körökből származott, mint a másik könyv szereplője, hanem ilyen pesti stricik voltak, és hát volt közöttük bizony robot múltú, de hát, mint tudjuk, a francia forradalomban is ilyenek voltak, ilyenek a forradalmak, ezzel nem lehet segíteni, de nem feltétlenül úri emberek vívják a forradalmat. És abban állapodtunk meg az Évával, hogy én csak nagyon vázlatosan hozzászólok ahhoz, amit ő mondott, és aztán rátérünk a másik könyvre. Amihez meg én szól. És ahhoz majd ő fog hozzászólni, de azért én szerintem a szerzőket is majd szóhoz jutott. Szóval ebben a könyvben, az Őrsi László könyvben, amit
egy éjszaka alatt sikerült kiolvastam, mert olyan érdekes, nagyon sok munka van. És azt látom, hogy a szerző évek óta azon dolgozik, hogy földrajzilag feldolgozzon például budapesti kerületeket, ezt a kerületet, azt a kerületet, és az ottani forradalmi eseményeket írja le egy történész szemébe. Azt is látom, hogy sokat merített a bírósági tárgyalások jegyzőkönyveiből, amiket aztán meg kellett állapítani, hogy hogy használjon, és mit higgyen el, és mit nem, mert ott aztán tényleg az is robotmúltú volt, aki soha nem volt az. És én nagyon nagyra tartom a köztársaság térről szóló könyvét, és hát láttam ott Angliában, hogy a forradalomról szóló nagy ópusznak társszerzője, és Fenyő Márióval, ugye ezt a History of Hungarian Revolution, ezt is a kalapja mellé tűzheti, mint művét, és hát nagyon nagy munkát végzett. A Csepel az egy komoly dolog lehetett, mert hát ugye a Vörös Csepel. Hát az a Vörös Csepel egyik napról a másikra éppen a vörös diktatúra legnagyobb ellenfelei közé állt át, és hát úgy látom, hogy nagyon nagy része volt abban, hogy ott ilyen komoly gócok kialakulhattak, hol? Hát ott voltak ugyebár, amit a háború előtt úgy hívtak, hogy Weissmann-Fréd művek, aztán a háború után úgy hívtak, hogy Rákosi Mátyás művek, és amikor Rákosi Mátyás kiesett a hatalomból, akkor megint Csepel műveknek hívták csak. De hát ezek ismerték egymást, ezek a melósok. És együtt jártak, nem tudom, a kocsmában, vagy itt vagy ide vagy oda, szóval a jószka, vagy a pizsgában, fegyvert fogtak, nem tetők csoportok, de ők ismerték egymást. Hát persze, srác is volt körülük. Ez az egyik érdekes dolog, és ez nagyon jó, ez a fényképtár a végén a könyvnek, ahol ott vannak az arcok, és az ember elgondolkozhat, hogy miféle arcok ezek, pszichologizálhat egy kicsit, hogy kinek mi van az arcára írva. Szóval köszönjük szépen ezt a könyvet, mindenkinek ajánlom, mert nem csak Csepelről szól, és nem csak a csepeliekről, hanem általában a forradalomról, és nagyon becsületesen föltárja azt is a forradalomnak a kilengéseit, amikor embereket megöltek. Hát én sajnos ott voltam, amikor hát az Ágost Pestenben a lábánál fogva felhúzták a fára, az nem volt szép látvány. Tehát a forradalom az ilyen, a nép az egy különös állatfajta, a nép mint olyan, annak vannak ilyen dolgai, van akinek alapos oka volt a bosszúállásra és a megtorlásra, van, aki meg beállt, mert valakit éppen vertek. Hát Istenem, ilyen a forradalom. No, a másik könyv az egészen más sztori, az Potocki Máriának a története, aki egy arisztokrata volt, egy nagyon szép nő, és ezt a könyvet igazán meg kellene filmesíteni. Ebben egy olyan jó filmet lehetne csinálni, egy csoda. A Potockiak azok lengyel származású arisztokraták voltak, grófiák is van, és ez a Mária, hát ez egy ilyen szép pesti előkerülő asszonyság volt, aki hozzáment egy katonatiszthez. Nem tudom, hogy Andy ezredes volt akkor, amikor hozzáment a Potocki Mária, ha jól emlékszem. És élték a budapesti nagy társasági életet, a fes katonatisztaknak a tehetsége már látszott, hogy sokra fogja vinni, vezérkari tiszt lesz, stb. Stb. És a gyönyörű szép Potocki Mária. Ám bekövetkezett a háború, és azután pedig a kommunista diktatúra, ugyebár a 48 után különösen. És akkor kezdődtek a perek. Mindszenti per, az ilyen per, az olyan per, és aztán végül a katona per is, amiben nekem egy ismerős Király Béla főszerepet játszott, és Jándit is letartóztatták, és ott halálos ítéletek is születtek, és szomorú dolgok történtek. Ugyanis ezeket a
hivatásos katonatiszteket, a legtehetségesebbeket átvette a magyar néphadsereg, és szolgáltak 48-ig, és nagyon jól. Ezek értettek a hadászat mesterségéhez, Király Béla különösen, ő aztán a tisztiskola főparancsnoka. Előzőleg a háborúban, mint front harcos, egy teljes ezredet átvitt az oroszokhoz. Látta, hogy a németek el fogják veszíteni a háborút, kiadta a parancsot, hogy irány a front vonal másik oldala, átállunk az oroszokhoz. Még szerettek is volna az oroszokkal együtt harcolni a németek ellen, de az oroszok nem engedték meg, hanem megköszönték Király Bélának, kinevezték vezérőrnagynak, és ő lett a hadiiskola főparancsnoka. Onnan az irodájából teljes tábornoki díszben vitte el az ávó, és az Andrássyt 60-ban alaposan megverték, sehogy sem akarta bevallani, hogy kém volt, meg áruló, és halálra ítélték, kivezették a Bitófa alá, és ott a Bitófa alatt közölték vele, hogy az ítéletet megváltoztatták, és csak évekkorára ítélték. Tehát 56 legelején őt nem a forradalmárok szabadították ki a cellájából, hanem 55 elején minden magyarázat nélkül kitették a börtönből az utcára, még épp hogy csak villamos jegyköltséget adtak neki. Sokáig keresték a ruhatárba, hogy mit adhatnának rá. Elégre vezérőrnagy egyenruhában nem engedhették ki, viszont egy 2 méter 4 centis pasas volt, nagyon jó képű, és aztán találtak egy civil ruhát, aminek a kabátúja az 10 centivel rövidebb volt meg a nadrágszára. És én úgy tudom, hogy Pozsonyi Kálmánhoz ment el akkor, a Pozsonyi Mária bátyjához, nem tudta, hogy hová menjen, hol adnak neki számot, egy éjszakát ott töltött. Hát Pozsonyi Kálmán kisgazda politikus volt még a koalíciós időkben, ügyvéd, és volt egy szép belvárosi lakása, és azután ott éjszakázott Király Béla. Édesanyám, aki ugyebár időnként egy-egy komolyabb összeghez jutott, mert előadtak egy-egy Molnár Ferenc színdarabot, és hát ő Molnár Ferenc lánya volt. Ezt a pénzt azon nyomban arra költötte, hogy bebörtönzöttek politikai foglyok családját segítve. És semmi köze nem volt ezek köz a katonatisztekkel, de őket is ellátta, hogy ennivalót tudjanak maguknak venni. És Király Béla, amikor kiszabadult, ezt tudta, és édesanyámnál jelentkezett, nekünk volt Zugligetben egy nagy gyümölcsösünk, és ott a felfogadta azon a nyáron, 56 nyarán Király Bélát kisbéresnek, aki kapálta az eperet, meg smirgizte az almafákat, szóval nagyon szorgalmasan dolgozott, és azért volt egy ilyen bódéban, ahová be volt vezetve a villany, és volt egy rezsó, ott azon a nyáron ott tanyázott, és csinálta magának a rántottát és a reggelit. Na, aztán kitört a forradalom, akkor Béla éppen bement a börtönben szerzett betegségeit meggyógyítani a kórházba. Hát egész végig a rabsága alatt egy lábánál 3 számmal kisebb bakancsot hordott, úgyhogy teljesen tönkrement a lába, operálni kellett, és a kórteremből még gézekkel beborítva a friss operációs sebeket, onnan ragadták el a forradalmárok, hogy legyen a nemzetőrség főparancsnoka. Na most hol tartunk? Ugye a katona per után elkezdték a hozzátartozókat is letartóztatni. És bizony Pozsonyék nagyon nem kívánatosak voltak a kommunista rezsim számára. Arisztokraták, a Kálmán részt vett a koalíciós időkben, a politizálásban, és több családtag börtönbe került, a Mária egyelőre nem. És mi történt Máriával? Hát itt jön a filmes része ennek a dolognak. Mária a politikai főcsoport főnökség, Moszkvából hazatért Rákosival együtt
Magyarországra érkezett a szovjetek vagonjaiban moszkovita kommunistaként Nógrádi Sándor elvtársnak a szeretője lett. Hát ez egy ilyen nagyon kínos dolog volt, és Rákosi elvtársnak ez nem is nagyon tetszett, azon kívül, akik nem szerették Nógrádi elvtársat, azok elterjesztettek egy hírt, hogy hát ez egy borzasztó nagy biztonsági kockázat, és hát tulajdonképpen ők már sejtik is, hogy ez a nő kén. Úgyhogy nagyon gyorsan Potocki Mária is börtönbe került, kémkedését 12 évre elítélték, végül is 6 évet ült, és közben Rákosi elvtárs magán feljegyzéseiből tudjuk, amit a könyvből elolvashatunk, ezek sokáig titkosak voltak, de hát azután nyilvánosságra kerültek. Rákosi elvtárs nagyon ritkán hívta fel telefonon Sztalin elvtársat. De ez egy olyan nehéz dolog volt, hogy itt tanácsot akart kérni, mint nekünk és legjobb tanítványa, a fő, hogy mi az Isten csinálja ezzel a Nógrádival. Azért érdekes, hogy mentek ez a dolgok, ugye? Sztálin elvtárs az a szocialista erkölcs piedesztálján állt mindannyiunk előtt, mint egy nagyszerű ember. Hát mit mondott a Rákosinak? Azt, hogy nézd, hát ez az Alex, hát ezek az öreg tojások, ezek. Találnak egy csinos nőt, hagyjuk futni, hát mindenki beleeshet egy ilyen gyönyörű szép nőbe, és hát ne csukjátok le, ne akasszátok fel. Így elbeszélgettek Sztálin és Rákosi elvtárs, ugye? Úgyhogy a Nógrádinak egy hajaszálas rövül, bezzeg a szép Potocki Mária bekerült a börtönbe, ahol nagyon kemény sora volt. És amikor onnét kikerült, akkor viszont már a forradalom idején Nagy Imre irodájában dolgozott, tehát ő remekül beszélt németül, angolul, franciául, és ott azt hiszem fogadta a külföldi újságírókat, és hát így vaj volt a fején, amikor Nagy Imrék családostul és sokan bevonultak a jugoszláv követségre, Hősök terénél, ahol ugyebár azt ígérte Kádár elvtárs, hogy bántatlanul távozhatnak, megjelent egy autóbusz, azt mondták, hogy hazamennek az Orsó utcába, de nem, hanem Snagóban, Romániába vitték őket, és aztán kezdődtek a perek, és a nagy részüket ugyebár nagyon súlyos büntetésekre ítélték. Azt hiszem, Kádárnak is része volt abban, hogy Nagy Imrét végül is halálra ítélték. Ekkor ugye Potocki Mária nem a jugoszláv követségre ment, ilyen okos volt, hanem a francia követségre. És a francia követségre darabig dekkolt, aztán egy osztrák szocialista, aki úgy érezte, hogy valamit tud tenni, és itt most jegyezzük meg lábjegyzetben, hogy Potocki Mária nagyon sokáig egy cellában ült a női szakaszon, a börtönben, két Liannával. Hát két Liannáról nem tudná, az egy fantasztikus személyiség volt, már a Horthy időkben szociáldemokrata párt színeiben parlamenti képviselő, és aztán természetesen a 45 után a szociáldemokrata párt vezetője, egy nagyon okos, nagyon művelt, kispolgári származású, de hallatlanul eszes és remek fellépésű valaki. Ezek a korai szocialista politikusok, ezek olyan világfik voltak, hogy csudas. Két Jannának olyan kiállása volt, én találkoztam vele 56 után Angliában, amikor körülhordozták, mint a véres kardot, és ott a BBC-ben nálunk is megjelent, és világhoz szózatokat intézett. Rendkívül összeszedett, remek stílusú, okos nő volt. Hát összebarátkoztak Máriával a börtönben, és lehet, hogy az ő szocialista haverjai kezdték a Mária kiszöktetését Magyarországról. Minden esetre egy ilyen ifjú szocialista vezér valahogy süttyomban elintézte, hogy a Mária kimehessen Ausztriába.
És ott hát nagyon összebarátkoztak ezzel a fiatalemberrel. Ott volt megint ez a szép asszony, elvette feleségül, igen. Aztán később Mária túlélte, és ott Ausztriában még egyszer megházasodott, de akkor megint osztrák miniszter ott a férje. Szóval szép karriert futott be. Hát ez a könyv, ez minden szempontból izgalmas, mert egy ilyen hősnővel, és ezt meg kell vallanunk, hogy Zsuzsanna nagyon szépen kihámozta különböző forrásokból. Olvasmányos is, és végeredményben 56-os sztori is, és benne van a elnyomó rezsim minden gonoszsága, és egy ilyen nem egészen nemzetközi kalandornő, de egy ilyen tipikus szép arisztokrata hölgy életének a leírása. Úgyhogy ezt a könyvet is tegyék a másik mellé, és olvasgassák, és tanuljanak belőle. Jön az én kommentárom. Először a könyv szerződéséről, Kádár Zsuzsánnáról szeretnék beszélni, és arról, hogy hogy kerül kapcsolatban ezzel a történettel. Ő róla közismert, hogy a szociáldemokratákkal foglalkozik, főként Kirtianával, a szociáldemokráciát, ők megtorlásokkal, és hát így előbb-utóbb adódott a lehetőség, vagy hogy mondjam, véletlen hozta össze Potocki Máriával, és így a Kirtiana levelezése kapcsán is kezébe került az a Potocki Mária könyv, amelyet ő Mária Strasser néven, akiről az előbb szó volt, a második férj, aki... Akkor Strasser név volt. Igen.